Üdvözlök mindenkit, F1 Mate is back. Na, teszteljük le ezt az új Milestone-féle játékot, a WRC 4-et. Több visszajelzést hallottam, hogy eléggé gyengén sikerült. Na, ez a menürendszer már a MotoGP 13-ra emlékeztet. Ezt is hallottam, hogy alapjába véve szinte teljesen hasonlít a MotoGP 13-hoz. Hát próbáljuk is ki. Ha már Dallin kollégám letesztelte, akkor jön a saját verzióm is. Welcome. Oké, nem érdekel. Legyen szokásos, nem szarozunk. Na. Fuck! Jó van. Akkor rövidítünk. Milyen nemzetiségűek legyünk? Ó, van magyar, ez meglepő. Fotón pedig... Ez úgy néz ki, mint Charles Kakiung. Aki nem tudná, ki az a, egy VTCC-s pilóta. De konkrétan ilyen kínai arca van. Legyünk ezek. Ő pedig legyen... Maradjon Anton Kinsley. Brit... Legyen Dan. Nem, cseh. Jól van. Fotója jó lesz, nem is akarom húzni az időt, hogy beleférjünk a 15 percbe. Aaron Smith, ez egy BTTC-s pilótára emlékeztet. 64. Nem kérünk tutoriált. Jó, ezeket már a korábbi részekből föl lehetett ismerni. Na, hát ez a menürendszer ilyen, ez MotoGP 13. Ez a montázs a háttérben, ahogy látjuk, hogy lassított felvételben mozognak a kocsik. Tökéletesen hasonlít rá. Azt mondom, hogy a WRC 3-hoz képest, a képregényes menürendszerhez képest szerintem ez jobban tetszik nekem. De nem vagyok meleg elégedve vele, mert eléggé minimalista. Menjünk egy random pályán. You can participate in one of the 13 rallies of the official 2013 calendar. If you like, you can choose how many days of rallying to take part in, based on your preferences. Szóval azt mondta nagyjából, hogy a 13 helyszín közül kell egyet választani, és több napot is ki lehet jelölni. Hol menjünk? Én kíváncsi lennék erre az új Ausztria helyszínre, ami tavaly ugye nem volt benne. Nehézség, nézem. Szerintem jól néz ki. Főleg menjünk ezen. Kérdés, hogy dél... Ez valami... Fél homály, ez meg a naplemente. Ez tetszik nekem, menjünk ebben. Igen, és itt látszik szinte. Elmagyarázom én helyette. Szóval... Itt a WRC alapkategóriája. Ahol a... A Citroen, a Volkswagen, a Hyundai. Érdekes. Ford és a Mini csapatai vágnak össze, ugye ahol... Legfőképp meg lehet találni Löböd, Hironen, Latvala, Sordo és az újdonsült bajnok Ogier. WRC 2 Kubicáról ugye híres. Legfőképpen S2000-es autókkal lehet menni, illetve R4-es és R5-ös. Aztán a WRC 3. Ez két kerék meghajtásos, ha jól olvasom, és R1, R2 és R3. A Junior meg Ford Fiesta autókkal lehet menni. Válasszuk ki a WRC-t. Júj. Van showroom. Az de jól néz ki. Több Hirvonen Lakfala. Nekem tetszik ez a Volkswagen. Otzberg. Itt van Nasser Alatia. Kicsit hülyén fénylik, megmondom őszintén, ahogy a modellek szétlátva. Itt ez a fehérség egy kicsit hülyén mutat. De oké. Okay. Henninen. Tehát a Race of Championsról lehet megismerni inkább. Latvala. Adjuk, ha már bajnok lett, menjünk Ogier-vel. Azt mondom. Remélem választottam olyan hosszú pályát, és akkor most tölti a... Hát, mit nem mondjak, eléggé egyszerű ez a töltők. Hoppá. Ez micsoda? Use the monitor on your left
to get information about things like weather. Jó, itt elmagyarázza, hogy mi van itt. Ez kifejezetten tetszik. Itt lehet beállításokat keresni. Még jó, hogy nem... Hát most ez pozitív, hogy nem a versenyt kell leállítani ahhoz, hogy tudjál setupot keresni. Egyébként nem is közben, hanem előtte. Ott volt egy kis pályán lévő idő. Én most nem nyúlok ebbe bele, mert jártam már úgy, hogy teljesen elrontottam a dolgokat. Információ. Az ötös szakaszon megyünk. Remélhetőleg nem olyan hosszú. És akkor próbáljuk is ki, hogy milyen lett az irányítása a tavalyihoz képest. Ez is MotoGP 13, már nem is akarom mondani. Ez a hang egy kicsit irritáló számomra. In Australia, the event is held on the gravel roads of New Zealand. Ugye tavaly Új-Zéland volt. Ezért próbálom ezt ki. Oh. Nincs valami halkító eszköz. Ez egy kicsit hangos. Így, bocsánat, ez most szükséges volt. Na, kezdjük is el. Kicsit messze van a kamera. Navigátor ugyanaz, ahogy hallom. Oppá! Faszán kezdődik. VRC 3-on is eléggé gyakran mentem. Itt számítani lehet bejelzésekre. Na nézzük, milyen segítségek vannak, mert ez nekem így gyanús. Options. Stabilitás, úgy van! Amondó vagyok, hogy ezt kezdjük újra. Ki volt kapcsolva a stabilitás? Ilyen se láttam még. Azért ott miért repült az autó az elején? Na, így már mindjárt jobb a helyzet. Mondjuk így se sokkal jobb. Oho. Az Ausztra pálya eléggé hangulatos szerintem. Ez a városi környezet. Ha nem is város, jönni kell falu. Jaj. Hozzá kell szokni ehhez is. VRC 3-on is először eléggé gyenge voltam. Aztán valahogy sikerült hozzá szoknom. Murva. Basszus. Na ez a zöld. Zöld. Vörös murva, ez tetszetős. Tipikus ausztrál. És így is vezetek, hát ez mi? Mondjuk szerintem a leggyengébben van az AI erősség. Basszus. Elmentem volna egyenesen és ott levágom a pályát. De így is jó. Semmi ha... Na, most akartam mondani. Így van. Végre a... Kézifékeket is tudom használni. Mindenhol ajánlja a kézifékeket. Jaj. Ó, na. Ez a háromban is gyakori volt, úgyhogy nem lepődök meg. Hopp, egy lag. 7 másodperc, úgyhogy fölborultam. Hát az AI az sokkal gyengébb lett szerintem. Na mindegy. Úgyis erősnek tartottam. Ezen a felvétel miatt eléggé sokat laggol. Ezért elnézéseteket kérem. Jó, hogy ott van egy kerítés, basszus, majdnem neki mentem. És ahogy nézem, egy elég hosszú szakasszal állunk szemben. Azért a háromban sokkal rövidebb szakaszok voltak, fölborultam. Jaj. Left
Na. Ahogy látom, a kocsi már eléggé totálkárhoz közeli állapotban halad a murván. Aja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 j
De hova kell használni? Tavaly alig ajánlogatta a kézipéket. Hú, ez a kanyar nekem ismerős egy másik szakaszról. Ugye ugye azt is hallottam, hogy eléggé inkább áttették az előző verzióval a legtöbb pályát. Úgyhogy újdonságra nagyon nem szabad számítani, kivéve ezt az Ausztrált. Ami új helyszínként funkcionál, meg ez a falnak menés is. Ami egyébként egy hegyoldal, csak már nem bírok beszélni. Kövezzetek meg, de nekem tetszik a grafika. Ez ahogy így fölveri a port, ez szerintem fejlődött. Ajaj. Ott a szektor vége. Flashback is van, azt hiszem a 11 másodperc. Szóval erről beszélek. Még hányszor hibáztam. Szóval van flashback lehetőség, és azt hiszem a... Itt van a bal shifttel. És mivel lehet folytatni? Enter? Aha. Szóval ezzel esetleg egy hibádat tudod kijavítani, úgy ahogy mint a Forma 1-ben is. Ah. Igen, wow. Merre? Egyenesen? Ó, ez a víz is jól néz ki szerintem. Jó, azért mondjuk nem egy Battlefield 4. Vagy Battlefield 4, bocsánat. De mindenképpen biztató. A MotoGP-hez képest mindenképpen jó. Eléggé szűkös helyen kell menni, mint az Új-Zélandiban is. Ujjajajaj, 18 másodperc. Oké. Okay. Szóval ez tényleg az alapai nehézség. Itt a cél. Ennyi volt az utolsó szektor. Na, ezt simán nyertük akkor. Mi van? Nem akarok semmit se föltölteni, hagyjál békén. Egy pillanat és megnézem, hogy mennyi időnél tart a felvétel. Hát úgy tűnik több versenyre nem lesz idő, hogy beleférjen a 15 percbe. Esetleg majd karrierben mutathatok dolgokat. Hogy vagyok megelégedve a játékkal? Szerintem ez jobb lett, érzésem szerint a tavalyi résznél. Legalábbis grafikailag, irányítás az tökéletesen maradt ugyanaz. Megérzéseim szerint. Szóval segítségek nélkül nem tudsz menő gyerek lenni, az biztos. De azért tűrhető az irányítása, hogyha felelő segédletek mellett. Hangok, hát ugyanaz, mint a VRC 3-ban a menün kívül, de a motorhangok szerintem eléggé nem ütik meg azt a szintet, amit egy 2013-as játéknak meg kell ütnie. Grafika részletességekkel nincs baj, az autók szerintem nagyon szépek. Úgyhogy nekem különösebb bajom nincsen, majd a karrier közben fog előjönni az a sok hiba, amitől meg fogok örülni, ha lesz belőle videó. De addig is én elköszönök, ez egy ilyen kis rövid videó lett volna, szevasztok!